könnyű fizikai munka filippino nyelvtudással, könnyű fizikai munka mongol nyelvtudással, ilyen és ehhez hasonló álláshirdetéseket olvashatunk a különféle álláskeresési portálokon, és teljesen világos, hogy életszerűtlen ezek az álláshirdetések, ugyanis biztosak lehetünk benne, hogy már megvannak a jelentkezők ezekre az állásokra, és nem a magyar munkaerőpiacról fogják betölteni magyar dolgozók ezeket az állásokat. Mint ahogy az is biztos, hogy ezek most már nem elszigetelt esetek, mert gyakorlatilag az ország minden pontjáról érkeznek hozzánk ilyen információk, és kijelenthető, hogy a multik gyakorlatilag szisztematikusan gőzerővel elkezdték lecserélni a magyar munkaerőt. Ezeknek az embereknek egyébként biztosítanak lakhatási támogatást, étkezési támogatást, azonban a helyiektől eltérően alacsonyabb béreket kapnak, amivel gyakorlatilag letörik a béreket, és súlyos megélhetési válságba sodorják a magyar dolgozókat. De ugyan mi lehet az oka annak, hogy most már gyakorlatilag tömegesen érkeznek Indiából, a Fülöp-szigetekről, indonézek, filippínok, stb. És a harmadik világból szerte munkavállalók Magyarországra, és ezeket alkalmazzák a multik. Az, hogy a nyár folyamán a kormány egy saláta törvénybe bújtatva elfogadott egy olyan rendeletet, hogy minősített munkaerő kölcsönző cégeken keresztül munkavállalási engedély nélkül lehet foglalkoztatni harmadik világból érkező vendégmunkásokat. Sajnos akkor úgy tűnik a helyzet, hogy a kormánynak a munkaerőhiányra az a válasza, hogy a magyar dolgozók kárára kell azt megoldani. A Mi Hazánk mozgalom viszont ezzel teljesen ellentétes állásponton van. Szerintünk a magyar dolgozókat kell védeni, a magyar béreket kell emelni, ezért azt kérjük a kormánytól, hogy vonják vissza ezt a rendeletet, mert mint mondtam, a magyar dolgozó az első, egy valódi nemzeti kormánynak így kell gondolkodnia, ezért arra kérjük a kormányt, hogy cselekedjen is így.